Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, Hello TV! Jaj, nagyon szerettem ezt az informatív beszélgetést, amikor egy kicsit rendbe raktátok a dolgokat, hogy mi újság van a vasúton. Nagyon jó volt. Az úr, akivel beszéltetek, ez a MÁV és a sajtószabadság rájkönenje, a sajtótájékoztatások jégembere. Bot Ferenc sajtógyeletes, érdekes beszélgetés volt. Tűnemény volt. Komolyan, főleg igen. Azt tetszett, amikor mondta, hogy a búz, ami nincs elveretve, az még nem lesz learatva, mert ki mint vett úgy arat, ki korán kell aranyat le. Ugye, azt gondolom, meg is igen. Volt, nem? Mikor lesz kész a... valamelyik vonalat kérdeztük, igen. Az kizárt dolog, azt nem tudom. Tehát ez, figyelj, imádtam a beszélgetésnek a fonalát végig. És nem egy könnyű élethelyzet, amiben ő van. Semmiképpen. Ettől független azt gondolom, hogy egy szóvivő, amikor elkezd ilyen ki mit vett, úgy arat, az kizárt dolog, mert nem is kaptam lovat annak, hogy lehetne nézni a fogát, tehát hogy ilyen teljesen fura ilyen kávézói beszélgetésbe csapott. Tehát szerintem egész egyszerűen egyébként nem engedhet meg magának ilyen hangnemet egy szóvivőn. Ezt gondolom, bármennyire is nehéz az élet. Tehát, hogyha mondjuk te betelefonálsz a telefonos ügyfélszolgálatra, hogy neked van egy kérdésed, és gondolod, hogy Aranka egyszer csak elkezdeni, hogy de már most tényleg már, nem hiszem már most már, nem ilyet hallasz? Nem volt jó napja, én ezt annak tudom, én megpróbáltunk empatikusan hozzáállni, kicsit olyan fura volt, ígyunk egy fröccsöt, aztán azt mondta, végre elmentek lengőtekézni, vagy nem tudom, tehát döntsük el szkanderben. Jó, de nem maradható az árpa, ha a vízben áll a lába. Ez egy nehéz nap volt neki. Nehéz nap, de múltkor ott ültem egy ilyen telefonos kislány mellett, akit konkrétan ilyen gyúrós fazon majdnem átvett a palánkon, hogy de kicsikém, az itt 500 forint túlszámlázást van, gyere ide, lejátsszuk. És ott ül a kislány, nem kedves uram, ez úgy van, és egy napi 8 órában hallgatja, és elbírja, akkor egy szóvivő, egy sajtószóvivő bírja el a nyomást, vagy ne legyen sajtóügyeletes, az nem tudom, mit jelent egészen pontosan egyébként. Sajtóügyeletes, az mi, hogyha nincs, aki nyilatkozon, akkor ő? Tájékoztatás kell, hogy adjon ilyenkor a reggeli helyzetről. De a másik, meg hogy meg is villantott az, hogy egyébként ő benne több van, mert mondta, neki van egy olyan szám, amit még nem hívott föl. Az nem esetlen nektek? Volt egyszer olyan pont, amikor mondta, hogy neki nem csak az a szám van meg, neki van egy másik száma is hozzátok, de azt nem hívta. Nem hallottad, amikor a leveles incidens kapcsán mondta, hogy ott majdnem hívta azt a számot, amit nem hívott. Van valami szám. Van egy olyan szám, amit majdnem nem hívott. Jó, de ha üres a bendő, a tehén borja nem nő. Ilyen volt. Én csapkodtam a kormányt, imádtam. Viszont a másik, amire még röviden rá akarok csak egy picit fűzni, ez a felhős dolog, hogy ez is egyébként, hogy mennyire beteg világban élünk, nem? Tehát, hogy én érted? Tehát, hogy mikor csinálnék én magamról mesztelen képeket? Minden nap, nem? Kettőt. A barátnőim meg így jártak. Tehát az megvan, amikor ilyen tömött sorokban indulnak el Mexikó felé lányok, amikor jön egy szalagcímű, hogy a Tibinek ellopták a telefonját, és ilyen, anya, most elbúcsúzom tőled egy időre. Igen, de nem kell. Mit történt, kislányom? Majd megtudod. Igen. Lefejeltem az éjjeli szekrényt lovaglás közben. De nem, tehát, és megvan videó. Nem, ez nagyon, nagyon kellemetlen, de mielőtt letörölték volna, természetesen letöltöttem mindet, hogy meglegyen, mert bitang. Tehát, hogy nem. De hogy mennyire buta, tehát, hogy legalább ködösítésből egy pali képet felrakott volna, nem? Száz nő. Tehát, hogy biztosan lehessen tudni, hogy férfi lopta. Nem? Tehát, hogy... De van egy-két érthetetlen kép azért. Tehát a radiátornak neki támaszkodós, 16 évesen borzos haja, ronda ruhában, félig bepucsítva. Tehát, hogy az miért? Hát, az elküldöd valakinek? Hát ez nem küldöd el senkinek, az szörnyű. Az a baj, hogy annyira tökéletesen eltalálta az ízlésemet. Tehát, hogy nekem ez a fajta trash vonal egy ilyen szupersztártól, amikor egy ilyen nagyon nyomorult, ilyen kopott kommód mellett így bepucsít, az figyelj, attól nincsen följebb. De egyébként lehet, hogy pont egy ilyen dolog miatt el akartam nektek mondani, hogy valaki valamilyen rizikófaktort láthat bennem egyébként a fellépések vagy a koncertek világában, mert a legutolsó szerződés, amit kaptam egy falunapra, a következő kikötéssel találkoztam. Na. 72 órával a koncert előtt le kell adnom a fellépő ruházatot. Ne. Hogy miben fogok fellépni. Jött a bátyám, mondtam, hogy figyelj, mondtam, hogy először azt gondoltam, hogy mondjuk le. Aztán mondtam, hogy nem, ez annyira jó, hogy ezt behozom. Le kell adni 72 órával előtt, hogy miben leszek. És akkor a bátyám 72 óra, láttam, hogy nagyon sündörög a gabesz egy ilyen 72 órával a fellépés előtt, néztem, mi tiszta. Tehát, hogy mit írhat be, és be volt írva rendesen egy melléklet, hogy indigókék farmer, fehér póló. És beírta a bátyám, egyébként ott megérkeztünk a helyszínre, és mondtam, hogy azt nem mondom, rohadj meg, te beírtál egy bőrcsekit most, tudod, 35 fokba.
és egy olyan helyen, érted, voltam így levizsgáztatva, hogy mibe leszek, ahol konkrétan egy ilyen kockás halászgatyába túlöltözöttnek számított mindenki. De lehet, hogy nem tudtak beazonosítani. Melyik ez a kaszatívé? Ah, mindegy, írd be, hogy fehér, legyen pavaros. Fehérbe, akkor megismerjük. Az jó. A rózsa a gomlukba. Lehet, és hivatkoztak valamire, vagy megkérdeztetek? Féltek tőle, hogy megjelenjek, nem tudom, méhész dresszbe, vagy nem tudom, tehát fogalmam nincsen. Tehát állítólag egyszer valaki nem vette komolyan a rendezvényt, most félek, hogy lehet nem komolyan venni a rendezvényt? Tehát mi, hogy koszos volt a gatya szára, vagy tehát, hogy én még nem láttam olyat, de mondom, be volt adva, hogy méhkék, nem tudom, farmer, fehér. Biztos oda ment a Hooligans Fragban. Féltek tőle, hogy megjelen tűzoltó overába. És azt beírtátok, hogy tiszta ruházat? Azt nem kérdezték érdekes módon, hogy frissen mosott te. Tehát, hogy azt lehet volna, mondom, és a Gabesz, mondom, beírt, be volt írva egy ilyen szürke bőrcseki. Mondom, Gabesz, miért nincs is? Ha ezt most egyrészt nincsen, tehát meg kell álljunk még az én a plázánál, mert olyanom nincs. Kettő, meg 35 fok van, te mondom, beírtál egy bőrcsekit. Tehát, hogy mondom, na mindegy, csak hogy... De elmentél végül? Elmentem, végül abban a ruházatban mentem, és nagyon meg voltak elégedve, úgyhogy mostantól egyébként ezt lehet, hogy ezt be is fogjuk tenni, hogy mégiscsak azért legyen egy valami rendebben ember, legyen beírva, hogy mibe megyek föllépni. Nem? Jó, de zeneszám, nem érdekes. Nem, de hogy mélykék, gatya és fehér. Így van, de legyen külön településenként dress kódod, jó? Teljesen másban menjél Tápió Györgyére, mint mondjuk Makóra. Jó, de nem a túlcizellált szerződés az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tudom, már sokszor mondtam, hogy megvan, de most tényleg megvan. Na, megvan, biznisz, miből fog, megvan a biznisz. Miből élünk meg majd 10 év múlva? Nem 10 év múlva, figyelj, ezt bedurrantjuk, ebből nagyon nagy pénzt csinálunk. Na mond, jó? Figyelek. Mert találtam egy olyan pontját a magyar társadalomnak és a világ összes társadalmának, ami egy állandó szorongás. És ezt mi megoldjuk most. Beülsz, elmész mondjuk vendégségbe. Én itt voltam pont, kimentem a mosdóba pont egy Morning Show megszólalás előtt, és rájöttem, hogy milyen döbbenetesen kellemetlen. Ülsz, és egy ilyen minden mosdóban, minden WC-n egy ilyen indiszkrét csend fogad. És egész egyszerűen ott ülsz, és végeznéd, amire beültél, és nem mered. Megvan? Voltál vendégségbe, elmész? Vendégségbe, elmész WC-re? Elmersz menni? Hát, ritkábban. Kamuköhögések, kamu lehúzások. Megengeded a csapot. Megengeded csap a... megengedés. Igen. De akkor meg megint mindenki tudja, hogy mit csinálsz, hiszen még nem mosatsz kezet, mert nem húztad le a WC-t még. Tökéletesen igazad. Ez egy nehéz pillanat. Érted? Én már most megadom neki egyébként. Figyeljetek, beülsz. A legmagasabb pontnak tök igazad. Beülsz, mit csinálsz? Beülsz, és mit csinálsz? Elkezdesz, ugye amikor a kritikus pontok jönnek, hogy ne nevezzük nevén, tehát kritikus pillanatokban kamuköhögsz. Igen. Vagy mit csinálsz? Ilyen kamu lehúzásokkal még lehet ködösíteni, mert ahogy a boiler, vagy ahogy a víztartály tölt vissza. Ott van egy kis hang. Ott még van egy pici forrod, hogy ugye, hogy ezért. De ezt csinálod munkahelyen is? Hát munkahelyen azért nincs átmenő forgalom, vagy nem mindig. Hát azért figyelj, mellettetek ott mennek be a női, hát most azért ott egy ilyen... Még az elég rosszul van kialakítva, mert ahhoz, hogy bemenjél a nőibe, át kell menned a férfin. Tehát én ott az más rohamokat szoktam. Tibi, jól vagy? Tibi. Hát, hogy énekez, dúdolsz. Háromszor áttépték már az ajtót, mert azt hitték, hogy meghaltál, igen. És mit énekel, hogy idegen? Nem hagyj, nem idegen. A Hello idegen az épp aktuális is. Hello idegen. Bárhogy akarod, te is akarod. Jó, de hogy van erre egy megoldásom, mert egy technikai fejlesztésre át tudjuk hidalni, és ebből rohadt nagy pénzt csinálunk. Ezt most mondom. Ott van Ferinél, már be van készítve, hogy a lámpa fölkapcsolásával mi fog elindulni, és ez egy standard lesz. Jani segített egyébként jó ízléssel kiválasztani, hogy mi fogja mostantól ezeket az intim zajokat elfedni. A világ összes WC-ben, és úgy, hogy mi zsebeikben lét. Szóljon akkor. Fölkapcsolod a lámpát, és... Már itt is ezt kell hallgatni. Egy jó kis Szodom bármikor jól jöhet. Hogy ebben mi a zene? Hát de ez alatt mehet a... Ez alatt mondjuk mehet, ez kiváló. Csak itt fogják tudni. Csak kiállás ne legyen. Figyel. Hogy tudsz te Agent Orange? Az a baj, hogy egy után mindenki tudni fogja, hogy az Agent Orange kifejezés az arra vonatkozik, hogy éppen
Nem tudok rákapcsolódni a témára, csak azt mondom, hogy milyen förmedény ez zaj, milyen szörnyű zene ez. Tehát, hogy pedig. Oda való, ahhoz szól. Oda nagyon jó. Ráadásul, hogyha valaki nem bírja az ilyen zenét, ez még segít is. Ez lélekromboló. Hát ez... Azért van ennyi depressziós rockers. Hogy mennyire igazad van egyébként tényleg annak idején ez a direkt jelzések, hogy a csapot megnyitod. Csap megnyitás, persze. Figyelj, hogy annak idején most jut eszembe, hogy Muterék, amikor próbáltak volna a Gyönyör alagútjába egy picit belenézni, emlékszem, kicsi voltam nagyon. És emlékszem, mindig bekapcsolták a rádiót. És hogy semmiben nem voltál biztos, csak abban, amikor bekapcsolták a rádiót, hogy most jön az. Most megtörténik, igen. Mert fura, hogy éjjel egykor szól a rádió. Igen. Tehát, életidegen volt, igen. Se előtte, se utána. És azt hitték, hogy egyébként... Vízállás jelenti. Hajóvonták találkozásra, igen. És azt hitték egyébként tényleg, hogy a nem tudom, a Halvány őszi rózsa című dal, az egyébként elfedi a gyönyör hangét. Mert mindig, tehát hogy azt gondolom, hogy ez az, amiből nagyon nagy lóvét csinálunk. Mert ez egy nagyon nagy probléma. A lámpakapcsolóra rákötött hangszóró? Ami végre szabad létezést enged nekünk az intim pillanatokban. Mert mondom, nincs több kamuköhögés, nincs több fészkelődés, nincs több kamu lehúzás, háromszor lehúzás, érted, hogy pazarold a vizet. Igen, hallod, hogy már nem tölt gyorsan, megnyomod újra, igen. Hogy legyen egy kis forró. Hát igen. Meg ugye ezért a vízpazarlással még ráadásul kiúznád a gyufát a Bereckinél, és kinél is, igen, ő azért nagyon mondom, odafigyel a környezetére. És még egy dalát tudna reklámozni ingyen. Ezt akartam mondani, hogy még ott egy kettő vödör vizet meg is spórolok ott a lehúzással, az, ahogy metal zene szól. De jelen pillanatban, hogy mi a csörbök és maga ez a borzasztó indiszkrét csend a WC-ben. Ami nem hagy engem. Hát gyerekek, Jani, te se szorongtál még ott a... Hogy a francban? Ez olyan álszendő. Hát tökéletesen egyetértek vele. Nem ültél meg, iszonyú kellemetlen. Nem, azzal egyetértek. Azt mondom, hogy milyen ítéletet adjunk. Hát figyelj, maga most... az elv jó, a Balázs a zenénél akadt meg. Nem, azon az én fürdőszobámban úgy van megcsinálva, hogy fölkapcsolsz egy bizonyos lámpát, és ez egyből elindítja a magnót, és szól a Beninek a paffa bűvös, ami kérdik. Csak a paffa bűvös. Na, megérkeztünk milliómosékhoz. Nem úgy, hát össze van kötve. Tehát össze van kötve az állapkör. Ez konkrétan egy magnó. Megérkeztünk az megékhoz. CD-s, már CD-s. Hát rá van kötve a villanykapcsolóra egyébként pont egy kábele megcsal. Egy részkábel 26 forint, tehát hogy nem egy... De nem, most nincs erre pénzünk, most vetünk jacuzzit. De nem az, hogy... Nagyot. Nem, fél, kettő nem dolgot tudom, akarok mondani. Az egyik, hogy most bepiároztad az okos WC-det, ez egy fura dolog. A másik, meg amit mondani akarok, hogy igen, nálam is fél oldalas volt, köszönöm. A másik, amit mondani akarok, hogy neked, most próbálj egy picikét inkább többet adni a kezeddel, érted? Tehát, hogy most... Mi legyen? Megadjuk ezt jól? Ne legyél ászed. Jó? Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgetés. Jaj, nem ezt akartam. Abszolút indokolatlan csörgetés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Nincs több szorongás, nincs több feszengés, nincs több összeszorított farpofa, amikor hallott, hogy léptek vannak az ajtó előtt. Nincs én több kamuköhögés. Én már azért vártam Balázs mellett, illetve a Balázs utasaként az autóban kint a ház előtt, mert nem akart máshol. Csak ott van az a vicc. Csak ezért mondtam, hogy ne legyen álszent, mert igényes vagy ebből a szempontból is. Ott senki nem zavar. Ott nyugi van. Egy varga betű hazafelé. De attól, hogy elmész vendégségbe egyébként most óra, attól csak egy kellemetlenebb van, hogyha olyan a házigazda, hogy megjegyzi. Hogy szám leméri az időt, és tudja, hogy ez nem az volt. Ez nem, tehát, hogy ez most nagy volt, és na, így nyitottál, szép belépő. Igen, köszönjük szépen. Itt a legrosszabb. De nem azért húztam az időt egyébként a Mávráj könennyével, a rengeteg bevezetéssel, mert a böki a csőrömben, mert nincsen valami. Egy kicsit más gondoltam, mindjárt fél tíz, lassan jönnek a nap legjobb pillanatai, talán nincs témád. De van! Ezt nem tudjátok megszokni. Szóljátok, amikor erről a Devanról leérünk, amikor kezd kellemet lenni. Nem, soha nem fogunk jönni. Csak ha megszűnik a robotod. De! Igen, össze is ugrott a gyomrok. Na, hogy nem tudom, mennyire vagytok alapvetően rajongó típusok egyébként. Tehát, hogy én alapvetően nem vagyok én nem igazán vagyok rajongó típus, mert egész egyszerűen a bitang nagy egóm nem teszi lehetővé, nem az, hogy rajongok, hanem hogy észrevegyem, hogy más lét... Igen, önmagadon kívül. Hogy más létezik az univerzumban. Tehát én mindig azt szoktam mondani a Földön kívüliek kapcsán, hogy én nem azt, tehát hogy mi szokták mondani, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, nem azt gondolom, hogy nem vagyunk egyedül, azt gondolom, hogy csak én vagyok. Tehát a Földön kívüliekkel ezért nem tudok igazából mit kezdeni. Nem voltam ugyanakkor Székesfehérváron most egy koncerten, van egy ilyen fiatal banda, Dirty Loops-nak hívják őket, egy ilyen abszolút most ilyen kicsit jazz, kicsit fán, kicsit ez, kicsit, tehát nagyon egy borzasztó jó csapat, és a legkomolyabb... Még fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. Nem, nagyon jó. Mindenbe belenyúlnak. Nem, nagyon-nagyon jók, és egy zseniális csávó, az egy ilyen
ilyen Stevie Wonder módjára énekel, tehát tényleg egy bitang az egész sztori, és a legkomolyabb amerikai producer dolgozik most felé. Kozsó? Így van. Kozsó. Zetki? Zetki alájuk nyúlt, így van, nem David Fosterről van szó, azok kedvén mondom, aki esetleg tudják, hogy ki. Judy Foster bátyja. Judy Foster, az öreg David, így van. És figyelj, és ott kajálgatunk, nem tudom, tudod, arcoskodok, fotóznak engem. Csak a szokásos? Felvonultam a főtér, aki nem ismert, tudtam. Figyelj majd. Majd egyszer Király csak... Viktor. Ja. Igen, Karamell. Majd egyszer csak jelent a zenekar. Kijöttek a szállodából, mentek át ugye a koncertnek a helyszínén, és ott gyalog ment a három ilyen fiatal kölyök. De hogy ezeket már negyed éve hallgattad minden nap, nézted, te tudtad, hogy ki mindegyike, külön-külön rajongsz, nézted a videóikat, és még előtt belőlem a borzasztó rossz rajongó. Tehát figyelj, ez a... Elment mellette... Jézus. És a nagyfia, a legrosszabb. Tehát én nagyon kellemet... Közös fotó. Nem, és figyelj, és tudod mi a rossz? Az, hogy borzasztó nagy rajongás, és az a teljes lebénulás. Tehát ott álltam, ott vannak, és tudod, ez a, elmentek mellettem, és ott vannak, a legrosszabb. De volt valaki mellettem, hogy magadnak sugtad, hogy ott vannak? Nem, magam mellé látottam gyorsan valakit, ja, kombófi. Ott vannak. Áltaszok magad, áltaszok, csókolj meg, férfi vagyok. Légy, erre szel. Magadnak szájot csókolj, Timi. Jó, hogy vagyok. A párommal voltam, nem? És elmentek mellettem, és figyelj, az a bődületes csalódás. Hogy tényleg ennyire rohadt nyomorult voltam, hogy egy fotóra. Tehát, hogy nem tudtam odalépni, hogy hello, Hungarian celebrity, very big superstar, TV show, nem tudom. Figyelj, ha belém rúgott volna, megköszönöm. Hogyha csak így leköp, úgyhogy előtte fekszem. Tehát, hogy olyan szinten rajongóba mentem tudom, át. Tudom, hogy olcsó végaz, de engem megkérhetsz. Hogy belém rúg és leköp. Ezt megtesztek minden kedden. Hogy rajongótípusok vagytok? Tehát volt olyan találkozás, amikor nem voltál Sebestyén Balázs, nem voltál Vadonya, nem voltál Rákóczi Feri, átmentél, és ez a nyomorúságos, cofos kislányként álltál ott egy... és Féderen hozzád vágta volna a nedves törlőkendőjét, és aláálltál volna, hogy ráthújjon. Ez a közös fotózás, ez kevésbé olyan volt, hogy kint voltam az ATP világbajnokság a Londonban, az O2 arénában, és a Rogerrel szemben ültünk, és ő mindig kidobja a fejpántját. És kacsingattál neki, hogy itt vagyok. Oda ültem, tudtam, hova dobja. Én vagyok. És hozzáértem. És? De nem tudtam elkapni, mert átrepült fölöttem, de az ujjam hozzáért, és megvan a videón, ahogy ugye veszem Roger. Roger leveszi a fejpentyet, kidobja, és veszem az ívet, ahogy ugye dobja, és már üvöltök, hogy megvan! És abban a pillanatban átmér rajtam a fejpánt, és egy kislány mögöttem így megfogja. De megverted a kislányt. Egy ideig még elgondolkoztam előtt, hogy berángatjuk a női WC-be, egy barátommal voltam itt. Az nagy élmény lett volna azt elkapni. De ahogy oda menjek, és akkor ott gyorsan ott egy ilyen ölelkezős, Roger szorítós fotó, azt úgy valahogy én nem szeretem, nem tudom. Hozzáért az újat, hozzá fejpánt? A hozzá. Leszopogatod utána? Szegültem, és mondtam is a barátom, figyelj meg, hogy mindig kidobja, jó helyen ülünk. És abban a pillanatban vette le, megnyerte talán pont a conga ellen a döntőt, és kidobta. És az a baj, hogy az előző telefonomban megvan az üvölt, és kapjál! És nincs meg. Abacskat, minek? Én hozzá is vágtam a plusz kulcsomat. De akkor az előző telefonban benne volt? Az előző telefonban, ja, ez a videó megvan. Ne hozz be, leszerem felhőből. Törd már fel a felhőbe, ott van. Jani? De ez a nagyon oda megyek, lefotózom, mindenkit félrelökök, áttölelem, ez bennem sose volt. Ezt én nem szeretem. Jani? Most jó, hát nekem legendás találkozásom a Metallicával. És ott nagyon átmentél ilyen cofos kislányba? Hát figyeljetek, tehát, hogy azért az... Ő nagyon az, csak a Metallicát érdekelte. Meg az übereletetlen, tehát hallgatod őket 20 akárhány éve, gyakorlatilag nem múlik el hét, hogy ne tennék be egy Metallica albumot otthon akár többször is, és ne hallgassam meg őket, és ott állnak közvetlen melletted, jó fejek, mosolyognak, ölelkeznek, stb. Tehát, hogy semmiféle visszafogottság, semmiféle távolságtartás nincsen bennük, és ott áll melletted James Hetfield, vagy Kirk Hammett, vagy Lars. Ja, átkaroltad a combját, hogy vigyél haza, vagy? Nem, leszek a moncsicsidok és rabszolgád. Vigyétek már innen ezt az Amerikát. Csak karodj már innen. Akár velem pengedhetsz, akár csináljuk, akarsz, fogy, húrt a hajamba, javíts. Fia, az felülmúlhatatlan volt. Tehát, hogy ott tényleg ez a... Figyelj, nem hiszem el. És ott álltál így, és... Zseniális volt, igen. Ferenc? Erika szí, amikor tényleg. Komolyan? Én ezt nagyon, nagyon kedveltem a munkásságát, és amikor egyszer fölkonferálhattam őt, akkor mondtam neki, hogy ez örömteli pillanat, de egyébként én ennyire nem voltam rágyógyulva senkire, mint a Jani. Én ezt talán túlzott. Tehát ahogy a Balázs is megnézed, ott vagy, szereted, de most úgy oda söndörödni, és én ezt az autogramot se értem nagyon egyébként. Igen, hogy autogramot kér. Elhagyod, elrakod, nem jelent annyit. Tehát az, hogy láttad mondjuk, és ott ült, csináltál egy fotót, oké, de hogy
aláírasd a kezedet, például ezt sose értettem. Oda menj meg ölelkezni. Igen, ölelkezni, az bocsánat. Tehát azért, hogyha az menő? Hát azért. Egyébként nem nagyon szeretik, tehát hogy azért hát, van az a típus nálunk is, aki úgy jön oda és úgy karolált, hogy azt érzed, hogy innen most egy évig nem szabadulsz. Csinálj meg egy fotót, oda állsz mellé, és így rád nyúl. De úgy nyúl rád, hogy nem mész onnan el többet sehol, és állsz nyomorultul a fotón, tudod, és egy ilyen vasmarok szorít, tehát hogy így az nem jó. Olyan még nem volt egyébként, tehát hogy nálam rendszeresen van, nem tudom, most a főleg amióta gyúrok, hogy kicsit úgy eltévedik, tehát szemét. Hogy? Te, amióta edzek, amióta egy predátor életet élek. Egy gyúrsz, ez mit jelent, rád esett egy fekve nyomópad? Igen. Akkor mentél szaunába, vagy hogy jelent? Próbálom letolni magamról az automat, hogyha rossz helyre parkolok. Rácsakadt a hátgép, vagy olyan még nem volt. Folyamatban van egy fekvő támasz. Megvárom. Vége? Igen. Vége van a szárnyalásnak? Hogy olyan még nem volt, hogy letévedt kezet kellett kicsit így megizélni? Az volt, dehogy nem. Ugye, kicsit volt. Fogd meg a derekamat, mondom a derekamat. Józsi, engedd el a seggem. Mondom, engedd el a seggem, Józsi. Léci. De volt, az valami, hogy a csajok elfogják azért. Te is milyen vagy, nem mindegyik nőnek szólsz, fogadjunk. Nem, de nem, örülök, ha ők nem szólnak. Én kezem rendszeresen eltérni. Volt olyan, akire konkrétan rá kell szólni, hogy visszaadnád a penekemet. Úgy megszorította, hogy letépje a bal farpofámon is. Egy kicsit csekkolt. Ilyen van, hogy védekezzünk már, mert hogy hallod. Ne arra, hogy üszkösödik a bal farpofám. Elengednek, mert 10 percen nem folytod a vér. De ilyen van azért sűrű. Hogy magyarért is tudsz lelkesedni, mindjárt mondok majd nemzetközi példákat. Én emlékszem az első találkozásomra Michelle Vajdal ruhába sajnos. És figyelj, egy ilyen valami Oscar, ilyen felnőtt filmes Oscar, nem tudom, utóizén voltunk, partin voltunk, és egyszer megjelent egy ilyen fekete koktélruhába, és figyelj, tehát így tehát én nekem ő... Mondtad, láttam minden filmet. Hát, én nekem olyan filmes tár volt, érted, mint hogyha nem tudom, ki jelent volna ott meg. Tehát, hogy én ott álltam. Csak helyes, meg én olyan picike élőben, nem teljesen hát, más magyar. Gondolsz róla. Hát én amit gondolok, azt nem akarod tudni. Tehát, de hogy egy pici törékeny apró nő, ami se. Tehát én nagyon... Kati, ugye? Vad Kati. Én szerintem, amelyik először megláttam, engem sminkelt éppen valami forgatásról. Olyan? Ezt mondom, te vagy az, és mondja, hogy igen, és egy ilyen 150 centis kis apró törékeny nő. Engem egyszer sminkelt Anett Dahm. Tényleg? Aha. Ő ki? Hát majd nézz után. Szintén nem annyi. Nem, azért vannak hiányosságai. Ferivel minket egyszeres meg sminkettel ez a Orlovszki. Nem tudom, hogy ki. Na mindegy, csak hogy én ugyanúgy ott rajongóként álltam, a munkásságát azon nőttem föl, ezek a filmes élmények határozták meg a gyermekkoromat, érted? Tehát én úgy mentem, se egy Vuk, se egy Kacor király, semmi, csak a Michel. Szörnyű gyerekkor lehetett, úristen. Na, de hogy összegyűjtöttem egyébként, hogy mikortól számít betegesnek? Tehát, hogy ti találkoztatok már olyan rajongással, amire azt mondtad, hogy még nem az a nagyon, tehát nem az, aki ott nem tudom, késsel jelenik meg a háznál, az nyilván az egy más. Nagyon sok volt, ezt annyiszor elmondtam. Nekem volt egyszer egy srác, aki lefeküdt a ház elé, és azt mondta, hogy addig nem megy el, még nem jövök ki. Ott lefeküdt. Feküdt a ház elő. Feküdt. És a Vikik elzavarta, és utána még a busz megállóban megint visszajött, és megint lefeküdt a ház, és ott feküdt a ház, hogy velem akar találkozni, mert van egy összeesküvés elmélet, és egy versben akarja ezt nekem átadni. Nem lehet, hogy vízmögés végre beszerette volna kötni ezt a rohadt csatornát. Azért ott fekszik valaki a házad előtt, azért az nem jó. Aki minden, mondjuk nálunk minden héten ott van, minden koncerten, legyen az 200-300 kilométerre, és csak annyit csinál, nem is nézi a koncertet, hanem csak áll, mondjuk, ez a kettő, még nem tudjuk eldönteni, és áll a bátyám mellett, egy ilyen 10 méterre megközelíti, és csak azt látod, hogy rezzenéstelen arca, így bámulja a bátyámat így. Nem nézzük, hogy így nézést, tudod ez a... Én mindig azt látom ilyenkor, hogy ők fognak minket elrabolni, és egy gödör alján babázunk majd. És egyszer csak megjönnek, leereszkednek hozzánk a gödörbe. És most én leszek apuci, és megjön hozzá. Most megint én leszek apuci, és megint. és nem talál meg se a magyar rendőrség senki, egy éve babázol a gödör alján, néha ledob neked egy kis kecske sajtot, hogy edd meg, le vagy fogyva, ott egy szűke hajas babával ott játszol, és azt mondja, hogy mindjárt jövök hozzád, Balázs. És leereszkedik egy ilyen csörlő. Küldöm a kókuszfalat. Játszik veled, ott hagy, felmegy, és megint egy napig csak egy babával játszol. Egy gödör alján. Ma apát helyett apád leszek, ma meg anyát helyett leszek apád. Tehát, hogy ez a kicsit ilyen bárányok hallgatnak. Kaptatok ilyen fura küldeményekkel? Hogy álltok? Mert álltok most ez egy nagyon, ez döbbenetesen megy ez a bugyi küldözgetés. Ilyen nekünk ez talán olyan, van Z+ korszak. Tehát most kaptátok? Már azért így lassan két gyerekkel a hátam mögött feleséggel, már ez már azért nem annyira. Tehát most már azért ezt inkább nem tudom. Akit szeretsz, hogy elküldöd a bugyidat? De csak azt nem értem ilyenkor, hogy mi akar lenni. Tehát, hogy fogod, leveszel a tangádat, berakod egy dobozba, és elküld, és azt gondolod, hogy ezt a imádott sztár megkapja, és azt mondja,
Tehát, hogy mi a terv vele? Tehát, hogy az, hogy, hogy ez ott bekerül a vitrínbe, és ott és én megírod a választ. Kedves Kriszta, nagyon szépen köszönöm a szép ajándékot, bár egy kicsit bevág. Figyelj, apropó bevág, a krisztálos korszakban Tanga nem volt, de engem valaki nem ormódon nagyon fejbe talált egy férfi gatyával. Egyszer ez tényleg megtörtént. Nyomtuk, ez ezer hold és minden csillag. Jaj. És ez csak egy fehér. Egy fehér boxer gatya. Ez csak azon kapom magam. Nem lehet, hogy Greenpeace-es volt, és csak egy vizes lepedőt akart rátenni. Egy csövet rakni, slagot rakni a szádba, és azt mondja, hogy vigyétek vissza a nyílt vízre. Szemétládák. Ezt nem érdemeltem meg. De ez miért, amikor egy férfi hasogatja, beteríti a fejedet? Megjelkom, mit csinálsz? Szóval, hát se leveszed ilyen megalázottan, és eldobod a hátad. Ennyi volt. Ha jó fej vagy, beleszagolsz, és visszadobod. Nem tudsz mit csinálni. Ha jó fej vagy, beleszagolsz. Józsi! Megismerlek! Nem tudsz, az kellemetlen. Egy pár nemzetközi példát kigyűjtöttem nektek egyébként, hogy, hogy miket nyomanak. Például Demi Lovatónak a kis erekét akartak Demi Lovato csikánktól, és annyi, hogy kitépték a haját, hogy legyen már egy marékhaj. Mi, hogy a dedikálás közben kitették a haját? Viszont az autogram mellé valami bizonyíték nekem bizonyítéke nem ígért, fogta, az kitépett egy marékhajat. Jani, te ebben a szemben védett vagy, tehát hogy mondani neked, ne szólom. Igen, érted, de viszont elállnak a füleim. Egy ilyen marékhajra hogy reagálnál, hogy Balázs, zsöt! Igen. Meglehetősen vehemensen. Szerintem a fodrászod abból él, amikor vehemensen. Hát ugye valaki megtépi a hajadat, szerintem azért azt nem hagyod szó nélkül, nem? Vagy adsz neki egy bögrét, egy nyakba akaszod, és megkérdezed, hogy hol írhatod alá. Hát azért de nem tudom. Nem tudom, mit Taylor Swift az egyik rajongója azt állította, hogy ő házas vele, e-maileket, leveleket küldött neki, és azt állította a baráti társaságában, hogy mindig hord magánál fegyvert, így ha bárki bántani akarná a feleségét, ő azonnal megölni. Atya Isten. Finom? Atya Isten. Ezek finomak. De várjál, ez a bántás, hogy odalép valaki hozzá, és annyit mondani, hogy tél a... És jeldől. Nem, én mindig arra gondolok egyébként, hogy mi van, ha valaki úgy akar híressé válni, hogy téged bánt. Tehát az a veszélyes típus, tudod? Tehát ahogy ugye, tényleg, tehát a Chapman is, ugye? Így van, tulajdonképpen, lakott a ház előtt, csak féltékenységből tette meg, és lőtte le a Lennont. Miért? Mert azt mondta, hogy hát az egész pali irritálta, de leginkább a hírneve is szeretett volna valamit elvenni belőle. Abszolút, igazán. Most pont a felülbírálat ennek, nem engedték még ki. Nem is baj. De hogy valami hülye egyszer így fény kap, tudod? És azt mondja, hogy na majd általad. Hát egyre több az ilyen neurotikus. Én nem is akarom ebben az irányba. Csak vágjani a bal füled, tudod? És ne adjatok már tippeket, és szad, én falun lakom. Csak találjon ott meg téged szadát. De nézd meg, és nézd meg, a kivitnek semmi nem drága, érted, egy ilyen helikopteres testőrség média házát, én meg ott vagyok falun, érted, ülök ott egy magam, egy ilyen busánggal, és ilyen szövő érted fél füllel, igen. Ez nem volt vicces, Bali, megjött. Már megint rosszul jöttem ki belőle. Jó, de igazából csak azért akartam ezt a témát elhozni, mert egy picit akartam, hogy villancsuk meg a másik oldalt, mert olyan sokat álltam már a rajongott oldalon, hogy úgy éreztem, itt ez ideje kicsit visszaadna. Oj, de szép volt. Félve kérdezem. Jogos-e a tas és a sikoly? Nem sorol el? Hát ilyenkor elszoktad, hogy... Nagyon sok minden volt. A mávért, a WC-k reformálásáért, az ismert emberek zaklatásáért. Nem kérdés. De ott voltál megint a rohan. De ne felejtsétek el, ki mint vett, úgy arat. Így a van. Ellenvetett búzát nem lehet aratni, és... Mindjárt benne lesz a nap legjobb pillanatai. Király legőtekézni addig is. Igen, 3-4-10 lesz pontosan, 2 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel, itt vagyunk újra. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, amit most egy részből tettünk össze, mert hogy hallgatóink sokat panaszkodtak, hogy a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon ugye hatalmas késések vannak. Föl is hívtunk egy hallgatót, aki elmondta, hogy éppen ott ül a vonaton, mióta indult el, mennyit késik a vonat, mire számít, kaptak-e információt, és egyáltalán mi a helyzet azon a vonalon. Ő ugye elmondta, hogy minden nap egy órával korábban indul, csak azért, mert nem meri rábízni magát a MÁV-ra, hogyha késés van, ő akkor is beérjen. És aztán felhívtuk a MÁV ZRT kommunikációs igazgatóság MÁV Inform részlegét, Bot Ferenc sajtóügyeletest, akivel egy érdekes hangvételű beszélgetést folytattunk arról, hogy mi a helyzet a MÁV-val, mennyi késésre lehet számítani, mi a helyzet ezen vonalakkal, mikor van egy-két vonal átadása, amit kérdeztek a hallgatók, amit megkérdeztünk még egy-két dolgot tőle, amit a hallgatóink tudtak, szerettek volna tudni. Picit elragadtatta magát. Igen, néha egy kicsit heves volt, de hát az ő munkája is azért meglehetősen nehéz, ha nem egy egyszerű munkakör azért.
sajtóügyeletesnek lenni a Mártnál megválaszolni ezt a sok-sok kérdést. Szóval vele beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc pontosan 10 óra. Itt vagyunk újra. Ez a beszélgetés vágatlanul szintén ott van a honlapunkon, érdemes meghallgatni. Teszem hozzá azért nyilván, hogy rajta kérnek az utasok is, meg mi is sokszor olyan dolgot számol, amit ugye nem ő telt róla, neki csak meg kéne ideologizálni, hogy mi a helyzet, szegény Ferenc, nem egy könnyű élethelyzet azért ugyanakkor. Kicsit talán az ő védelmébe. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggeltok, aztán majd holnap olvashatjátok a különböző újságokban, olyan neveletlenek és tiszteletlenek vagytok ez az idősebbekkel igaz. Szemben. Hát figyelj, én elviszem így ezért a balhét, kicsit ez a feladatunk nyilván, de hát ha ott ül nekünk mondjuk 1000 vagy 2000, vagy naponta 5000 hallgatónk ezen a járaton, most nem csak ezen, hanem akik mával közlekednek és nem érnek be, hát miért lennénk, ha nem ezért, hogy ezeket megkérdezzük, hogy aztán minket ezért utálnak? Vagy ez néhány embernek nem tetszik, az már szíva joga, de hát mi meg így tudunk tükörben nézni, hogy ilyen műsort készítünk, nem? Ez a feladatunk, hát ezért fizetnek, majd aztán... Nem fizetnek, ha nem akarják. Tök komolyan mondom, tényleg. Hát ez hát, van, hát persze. Nekem az a feladatom, hogy itt ül, öt ember panaszkodik, hogy nem ér be, és ezt tizedszerre olvasom, akkor fejlik a sajtógyeletés, és megkérdezzük, hogy a többi országban nincsen fa levél. Tök jó elmondta, hogy ott kivágták a fákat. Ott pusztaságban közlekednek a vonatok, ez jó. Hogyha mi egy rádióműsort készítünk, és ezt a hallgatóknak készítjük, akkor nyilván ezeknek a hallgatóknak az érdekét kell képviselni. Igen. Azok felé is, akiktől ezek az emberek válaszokat válnak arra, például, hogy miért kell neki naponta egy órával korábban felkelnie azért, hogy beérjen a munkahelyére. Tényleg senki nem érdekel, csak a hallgató, de ezt tök komolyan mondom, vállalva ennek mindenféle következményét, hogy senki. Tehát nekünk csak egy számít, az pedig a hallgató. Csabikám, mi újság van? De a sajtófigyelők azok tudják, hogy ti mikor vicceltek és mikor beszéltek komolyan. A sajtóügyeletesek? Nem ők, hanem akik majd aztán ebből cikket írnak. Ja, ők tudjátok, mire gondolok. Hát, igen, ők inkább csak átveszik, hogy hárommal többen menjenek az oldalukra. Voltál futni? Nem voltam a futni, pont most meséltem, amíg te kint voltál és kintről hallgattad ezt az ismétlést, vagy best of-ot, hogy egyszerűen még nem álltam vissza. Ugye elindult a suli, már korábban el kell indulni a gyerekekkel a suliba. Amíg szünet volt, addig ráértem felkelni, nem tudom, 7:30-kor vagy 7-kor, nem tudom, úgy elmenni futni, de azt, hogy most reggel 6-kor megébredjek és nekem futni, erre még nem álltam vissza. Tehát ma is ébresztett az óra, de én nem ébredtem fel. Tehát az óra igen. De és most kimaradnak? Nem, utánsom? Hanem majd délután. Tehát azért hál' Istennek van még idő az adás után is. Tehát szép idő van. Esőben is lehet futni, ezt a Feri is bizonyítja. Igen. Ki majd délután. Helyes, ha persze, most dolgozol, és aztán futsz egy kicsit. Hívjuk a naphallgatóját. De vissza fogok állni majd a hajnali futásra, csak jó, kicsit van, kérem. Jó, van, lesz, hogy szigorú magadhoz. Nyaraltál egy kicsit. Ennyi. Visszaállni nem könnyű. Engedd meg magadnak ezt a kis pihenést. Én is rohadt jó van. Ezt akartam mondani. Nagyon hiszünk benne, hogy felveszi? Nem elgondolkoztam, bocsánat, nem, én már teljesen máshol voltam, annyira elgondolkoztam. Csak gondoltam, hogy esetleg... Igen, sehol se voltam. Nem, olvasom, hogy egy hallgató írja, hogy szemét dolgokat írnak rólunk különböző internetes cikkekben a tegnap után, és az egyik hozzászólt. Köszönjük szépen. Erről is beszéltünk 8 óra után. Csabikám, remek zenéid lesznek? Sam Smith megvan nektek? Hogyne. Mr. Sam. Így van. Sam's Onite-nak a testvére. Így van, Slipis, azt hittem, be fogjátok mondani, hogy a Robert Smith-nek a kisfia, tudod, a kérdésnek. Nem, Sam Smith az, aki a La La La-t nyomotta. Micsoda. Tudom. A La La La. És a B oldalon volt a na-na-na, nem? Nem, ott a Salala volt. A La 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 sincs meg nektek. Ne, figyeljetek, azért... Most komolyan, tehát valaki csinál egy ilyen számot, aminek az a cím, hogy La La La. Tök nagy sláger volt, hát játszottuk mi. Tudom, is, még mai napig sokan. Is előkerül. Aztán, ha meghallanánk, beugran, hogy igen, persze. Ezt hallottunk, csak így címről most nekem nem annyira. Sam Smith az egy ilyen brit énekes, pop, R&B soul vonalon utazik, nagyon különleges egyéni hangja van, és nem a legújabbak közül választottam most sem, van neki egy sláger, a Stay With Me, ami azért érdekes, mert hangzásában hoz valami olyat, ami utánozhatatlan, és ettől lett például, emlékeztek, akkor olyat mondok, amire biztos mindenki még a Jani is emlékszik, Fine Young Cannibals-nek hát a Drives Me Crazy, ami pont attól vált, maga a dal az nem egy nagy dolog, de olyan dobhangzás van benne, olyan gitárhangzás van benne, és olyan énekhang, amitől
Hiába játszál bárki soha más, nem azt kell produkálni. Na, ugye? Főleg a videoklipjén jött, hogy olyan béka emberek ugráltak. Nagyon fura volt. És a Sam Smithnek ebben a dalában, a Stay With Me-ben olyan, mintha mondjuk a basszusgitárra zongora húrokat tettek volna. Tehát úgy szól. Tehát van egy ilyen különleges hangzás, és ettől valószínűleg ugyanolyan emlékezetes maradt hosszú éveken keresztül. Meghallgatjuk, hát ez annyira jó fel. Diszkóztat, hogy komolyan, hogy sima átlagos dal, de most tényleg kíváncsi vagyok, hogy milyen. De pont ez komolyan a lényeg, hogy a sima átlagos dalt a hangzással hogy lehet emlékezetessé tenni. Meghallgatjuk. Okay. 555-55-00, ez telefonszáma, aki szeretne tőle dalt kérni, tegye meg egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Csau, csau!